Szabó, szia, szavasz, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon. Hol a Davis? Ugye, üdvözlünk mindenkit. Yeah. Yeah. És a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint egy kérdésre szeretnénk válaszolni, ugyanis még mindig nagyon sok kérdést kapunk, hogy milyen játék konzolunk van, ugye, hogy PlayStation, Xbox, vagy Nintendo, vagy milyenféle fajta, ugye nagyon sokan szeretnétek tudni, és gondoltuk, hogy ebben a mai videóban, hol vagy? Kiment a képből. Ebben a mai videó, most nézd, megint elment! Itt van! Ebben a mai videóban megmutatjuk nektek, hogy milyen játék konzolunk van, és a következő kérdés hozzátok az, hogy nektek milyen van PlayStation, Xbox, ugye általában vagy PlayStation van sok mindenkinek, várjál, vagy Xbox-a, és nem tudom, szerintem Xbox-a több embernek van Magyarországon, mint PlayStation-je. Jól tudom? Vagy rosszul tudom? Na mindegy, gondoljátok ide a videó, lájkjátok meg, hogy nektek mi van. Xbox, PlayStation, vagy PC-n játszatok, vagy Nintendo-t. Na mindegy, ugye kezdjük. Itt vagyunk bent, mutatom, hol vagyunk. A Davisnek a szobájában, ugyanis a játékkonzolok nem máshol vannak, várjál. Itt vannak a Davisnek a szobájában, ott azon a polcon, itt van neki egy ilyen nagy tévéje, ugye, ami játszik, ez a régi tévé, és azért ez lett ide betéve. Amúgy egy következő videóban lehet, hogy azt kéne megmutatni, hogy mi mivel játszunk, vagyis te, meg főleg a Davis, ugyanis a Davis most már jobban többször játszik, ugye, mint régebben, mert kezd felnőni, de mindegy, az egy másik videó. Ugye, hogy kezdjük felülről. Itt van, ez nem egy játékkonzol, hogy lássátok, ez egy M&M, mit csinál ez, Lucas? Mit csinál ez az M&M? Itt megfogjuk és beledobjuk és kijön belőle a cukor valahol. Melyik kezét? Ezt kell húzogatni. Hát, de nincs cukor. Ilyen érdekes. Aztán itt egy ilyen Mickey egér, ez nem más van ugye, mint Disneylandből még. Aztán egy ilyen macska. Na mire? Megyünk tovább. PlayStation 4-es. Ez a legelső konzolunk, van az egy piros irányító, meg egy szürke, azért piros, mert a Lucas annak idején a piros kedvenc színe, bár még mindig a piros kedvenc színe, nem Lucas? Mindig a piros kedvenc színe, nem? Ja. Ja, volt régen a zöld, most a piros, vagy régen... Nem, mindig volt. Mindig piros, na minden. Akkor a piros, azért van egy ilyen piros irányító, aztán a PlayStation 4, várjál, ez a PlayStation 4-es milyen kiadású, ez ilyen külön kiadású. Ja, a Batman. A Batman, mutatom. A Batman, melyik ez a Batman? Ez a... hogyha lehetne látni, ez... ez a... ez! Na mindegy! Ez, ja! Ez. És, Batman, ez! Az én kedvenc Batman-ja! Jó, az az kedvenc! Batman, ez! Amúgy erről volt egy videó annak idején... Davis, mit csinálsz? Volt egy ilyen a videó annak idején, mikor megkapta a Lucas a PlayStation-t, és mikor hazajött, ilyen meglepetés volt. Ja. Na mindegy! Menjünk tovább, tehát ez a PlayStation 4-esünk. Aztán van egy Xbox 360-asunk, ami... a DVD nem működik, mert nem jön ki belőle, de be tudsz dugni ilyen meghajtót, amin vannak játékok, ugye mindenki tudja, hogy az miért van. És a kettő ilyen irányító van, amiben az ellen mindig lemerül. Már megyünk tovább, van egy PlayStation 3-asunk, amivel most már annyit nem játszunk, ugye? Mert... inkább a Davis játszik most nem a PlayStation 3-mal. Jajjó. Ez a régi játékok, ami volt. Te mondd és... azt, amikor játszik a PlayStation 4-et. Ja, most pont a PlayStation 4 van. Ki tudja, hogy ez melyik játék? Szerintem mindenki tudja. Azért tudsz olvasni angol. Miért? Ja, meg oda van írva. Na mindegy. Amúgy ebből lehet látni, hogyha megáll és nincs az irányító, ugye, akkor... na mindegy, biztos rájöttetek. Aztán legyünk tovább, ez alatt nincs semmi más, mint egy lámpa, amit most nem mutatunk meg. De várjál, nem felejtettem még. Ezen kívül várjál, még van más. Van egy még? Van egy PlayStation 1. A dobozba, amit most már nem használ. Mindig elfelejtette egyet. De várjál, tudom. Van egy ilyen Pong, ez a hordozhatós Pong. Mindig van aznak! Ja, az a sárga ilyen hordozhatós, 1970. Nem adtam el. Megvan itt benne a dobozban. A Davis nincs itt. Majd előveszik egyszer. És ez ilyen hordozható, 1900 mennyi? 70? 72. Kettes? Kettőkből van aztán? Te kérdezel ezt? Nem, biztos tudjátok, mi az a Pong. Régen gyűjtöttem ezeket a... mindig ja, tudom, mindig elfelejtek egyet a Nintendo-t. Ami nem, ez az újfajta Nintendo, na mutasd, hol van? Ez a Lucasnek a szobájában van, ugyanis ezt ő kapta nem olyan, most már jó régen, most már több mint egy évvel ezelőtt, és hol van? Oda, be van dugva, hátulra. Kell venni mindezt a Muppet figurát. Ez a Nintendo. Ez a Super Famicom Mini. Ez a Mini, ez az új kiadás, amiben nem megy bele semmi, de rajt vannak a játékok, nem sok. 30 játék, meg van hozzá ez a... hamarosan kijön a PlayStation Mini. Ja, PlayStation Mini, december, mikor jön ki a PlayStation Mini? December 6. 3-án, 2-án jön ki a PlayStation Mini, amin rajt lesz megint 30 játék, hogyha jól tudom. 20 játék. 20 játék, na mindegy.
majd megnézzük, hogy milyen játék lesz rajta, ugyanis még nem tudjuk, hogy milyen játék lesz rajta, de hogyha rajt lesz... Nem, tudjuk, hogy van a Crash Bandicoot és... A Crash Bandicoot nem hiszem, hogy rajt lesz a Crash Bandicoot is. Hogyha rajt lesz, akkor megveszik. 100%-ig, hogy megveszik. Mondtál, is... már mondtál, hogy lesz rajta a Crash Bandicoot. Igen, hogyha lesz rajta a Crash Bandicoot, meg lesz rajta nem tudom, még egy pár jobb játék, akkor lehet, hogy megveszik, hogy a Crash Bandicoot már többbe kerül, hogyha meg akarod menni a PlayStation 4-re, mint ahogy az egész konzolt megveszed egyben. Na mindjárt, majd meglátjuk. Úgyhogy, mit csinálsz? Nem hiszem, hogy bele van még írva. Bevész, mit csinálsz? Készen vagy? Tészed csak itt játsz. Ja, te most Minecraftot játszol. Rendben van. Még nem mutatja szerintem. Ez minden játék. Ja, de ez nem az összes játék. De van egy... Ezek a játékok lesznek. Oké, bet a, ez a... Az Final Fantasy... Ez nem minden játék. Nem. Na a minden. A Crash Bandicoot lesz rá. Na, majd meglátjuk. Még van még egy hónap körülbelül, nem? Mire kijön, vagy mire kiadják, úgyhogy... Na minden, gondoljátok ide, írjátok meg, hogy nektek mi van, milyen konzolotok. Úgyhogy ez a miénk, a PlayStation 1-et benne a dobozba álltunk meg, az a Pong is, majd lehet, hogy ezt megmutatom. Aztán a következő videóban lehet, hogy megnézzük a játékokat, hogy a Davis mivel szeret most játszani, ugyanis most együtt játszunk a Davis-re sokszor. Ilyen, minden, majd a következő videóban. Ami most készülődünk, és nem máshol megyünk, mint elmegyünk a kikötőbe, megnézzük a hajót, hogy még jól ki van-e kötve, ugyanis ugye fenn a kikötöttem, de ilyen viharos, nem volt ilyen viharos idő, de ilyen fújt a szél meg innen, és megnézzük, hogy jók a kötelek, aztán megyünk a boltba, ugyanis kell venni egy pár dolgot, hogy tudjunk valamit vacsorázni, aztán azt a Piminit a hajóra még innen raktam fel, hogy azt a napvédőt, majd holnap valószínű munka után a kámmal felrakjuk. Mi nemrég értem haza, épp hogyha megzonyoztam, meg elvédeltem, elfelejtettem mondani a videó elején. Lerakom az órámat, meg az sincs rajtam. És indulunk a boltba. Csak először elkészülünk. Nézd, tudod, miért itt a sapka? Davisnek a sapkája, ami régen, képzeld el, a Lucas volt, ugyanis ez a Toy Story is. Ugye Lucas, ez még a tiéd volt, te milyen pici a feje? Vagy nekem nagy a fejem? Mindegy. Na, szervusz. Megérkeztünk. Tapis itt voltunk. Tapis itt voltunk, csak tegnap nem voltál velünk, meg iskolában voltál. Gyorsan megnézzük. Már biztos, hogy jó. Hogyha nem, akkor baj van. Akkor elment a hajó. És a hajó. Megvan még. Ja, ez a még. Jó, fent van a víz, mi? Te, na gyere, ugorjunk rá, nézzük meg. Nem is olyan pici, csak egy kicsit kicsi. Na, benézünk. Hát, ha víz van benn, de nincs benn víz sehova. Megvan minden, ugyanúgy majdnem, amit, ahogy hagytuk. Tegnap megyünk, holnap elmegyünk, holnap idejövünk, feltesszük ezt a napfényvédőt. Aztán veszünk egy nagyobb modort valószínűleg hétfőn vagy kedden, ha bevert a fejemet. Egy nagyobb mi? És miért az asztalon ülök? Nézd meg, ráütöm az asztalra, azért vertem a fejemet. Ami ez a legjobb hely a hajóba. Hol vagy? Ez a legjobb hely, ugyanis hátra tudsz dőlni, így tudod rakni a lábodat, és ilyen kényelmes a kezedet. A többi hely is nem olyan túl rossz, oda is lehet ülni, meg ide is. Ja, mész úszni. De ez a sarki hely a legjobb itt, ez a tűzoltó készülék mellett, vagy porraoltó mellett. Na minden, úgyhogy megvan mindent, megnézem a köteleket, aztán megyünk vissza az autóba is, ott maradt a feleségem, meg a Dings, azt megyünk a boltba. Ugye? Ja, mi is megyünk. Ja, hát azt mondom, hogy megyünk a boltba. Ja, megyünk a könyveshez aztán. Megyünk a könyveshez, akkor jó, most sietünk és kezd késő lenni, megyünk. Nagy ledobt, elhoztuk a benzines kannát, aztán mi történt, kiléptem a hajóból és véletlenül beakadt a lábam, aztán beleesett a cipem a vízbe. De nem lett vizes, csak egy kicsit. De nem tudom miért, leesett a lábam, még szerencsé, hogy picca tudtam hozni a vízre, azt nem süllyedte. Na, közben megérkeztük, a cipőmet megmentettem, és beleesett ugye a vízbe, valamivel belakadt a hajón, és ez utolsó pillanatban, amivel elsüllyedt volna, kihúztam, úgyhogy felvett egy kicsit vizes, de azért úgy jó. Na, menjünk! Mi helyzet? Nem tudod, nem kell becsatolni, megyünk a boltba, te! És visszaérkeztünk, vettünk aha, levest. A Davis ilyen levest akart volna, oknál fogva, nem tudom, hogy miért. Ezt a gyors mongi levest, ilyen csirkéset. Úgyhogy befejeztük a bevásárlást. Éppen pakolunk, jó a Lucas, pakolunk. Vettünk vinnyét, vettünk ilyen nem jégkrém, ez ilyen, olyan, mint a jégkrém, csak ilyen jeges. Mi ez, Lucas? Ice block, jéges. Mi olyan, mint a jégkrém. Hányat vettünk? Egy másik. Úgyhogy bepakolunk az autóba, oda rakjuk a táskába. Táskába, ugyanis most már nem kapunk mi táskát, régen szoktunk kapni táskát, amikor elmész a boltba,
akkor ugye bele szokták pakolni a táskába a dolgaidat, amit veszel, és július 1-től, azt hiszem, vagy augusztus 1-től már nem adnak táskát, és mindig elfelejtjük, hogy kell hozni táskát, ugye? Mindig is szoktak adni táskát itt nálunk Ausztráliába, de most ez megváltozott. És ezért mindig, nem vagyunk hozzászokva, mindig bemarad az autó, és az autó tele van táskával, meg otthon is, de nagyon jó. Ami a boltban is lehet venni. Lement a nap, közben hozzáérkeztünk, úgyhogy gyorsan megvacsorázok. Most már mindenki vacsorázott, csak én nem. Ilyen, látod, ilyen, mit teszek, ilyen sajtos, hemes, sonkás, vagy mindenki ide. Na jó, berakjuk 35 másodperc, aztán a mikróba egy kicsit felmelítjük, ugyanis a hűtőbe volt. Mi történt? Mi? Nyuszi, mi történt? Nem megy, halottál grányító. Nézd, megállt a tévé. Megy tovább, ilyen mesét nézzük. Megint ezt a lárvás mesét nézzük. Davis nagyon szereti, nem tudom, van egy nálatok ilyen mese, vagy nincs. Az a neve, hogy lárvák? Vagy van ilyesmi a neve? Na mindegy, amire a Netflixen van, és múltkor megtalálta a Davis, mert így... Legalábbis mit találtunk meg a Davis szemben, és nézegettük ezeket a meséket, hogy mit akar nézni, amit nem. És azóta nem bírja abba hagyni. Ami egy szót nem szólnak benne, komolyan mondom. Vacsora, látod? Ilyen gyors vacsora. Néha nincs kedve, általában én készítem a vacsorát a Lucasnek, meg magamnak, meg néha a feleségemnek, a Davisnek nem, a Davisnek a feleségem készíti. És a Davis általában kicsit előbb eszik, ugyanis ő ugye elmegy fürödni, és korábban megy aludni, mert ugye kisebb, mint mi, meg a Lucas. A Lucas olyan, mikor 8 óra 30-kor megy aludni, kivéve hétvégén, vagy hogyha nincs iskola, hát csak lekapcsoljuk ezt a villanyt. Ha iskola van, akkor ugye 8:30-kor, nincs iskola, akkor meg 10 órakor, de a Davis mindegy, hogy van iskola, vagy nincs iskola, vagy óvoda, az mindig előbb megy aludni a 8 óra előtt, már elmegy aludni, hogy azért ő előbb vacsorázik. Na igen, ezt most gyorsan megeszem. Aztán meg akartam nektek mutatni ezt a, csak behúzom majd a rollot, a pongos játékot. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem. Én azt mondom, hogy egyszer már nagyon régen megmutattam ezt az 1972-es, 4-es, 9-es játékot, ezt a hordozható pongos játékot, amit bedugsz a tévédbe, legalábbis a régi tévékbe ugye be kellett dugni, és lehetett így húzogatni, amerre ment annyira, biztos mindenki tudja, mint a tenisz, és így ütögetted a labdát. Mikor megvásároltam, most már egy jó ideje, jó régen, körülbelül egyszer vagy kétszer játszottunk akkor a Lucasszel, meg az öcsémmel, azt hiszem egyszer, kétszer, és azóta bent van, mutatom hol. Ott fönt valahol a dobozba. Csak azt nem tudom, hogy melyikbe, és le kellene mindet venni. Látod, itt vannak az én dobozaim, ebben vannak ilyen mindenféle fajta jó dolgok, amit gyűjtöttem az évek során, vagy kaptam, és eltettem. Még itt a sok sapkám, mondom, nézd, mennyi sapkám van te. Mindenféle fajta sapka. Na mindegy. De most nem veszem le, ugyanis a Davis nem sokára megy aludni. De hogyha valaki kíváncsi rá a legközelebbi videóban, vagy valamikor kifogom pakolni az összes dobozomat, és gondolkodtam rá, hogy most már meg kéne nézni, mi van benne, mert lehet, hogy sok minden nem kell belőle. Várj, átjövök ide ebbe a szobába, itt is behúzom a rollót. Hasztott a Davis szobájába. Ugyanis az évek során nagyon-nagyon sok mindent gyűjtöttem, nem tudom miért. Gyűjtögettem. Egy 10 évvel ezelőtt ugye elkezdtem gyűjteni dolgokat, hogy miért, nem tudom. Még megvannak azok a kis pisztolyaim is, azok a kulcstartók, csak biztos, hogy emlékeztek rá, vagy lehet, hogy nem. Abban is rettentő sok megvan, amiket most már egyáltalán nem lehet sehol se kapni, ugyanis vettem őket a világon minden, világ minden részéről, a 1960-as évektől, még a 1800-as évek végén belül, 1800-as évek végéről is van ilyen kicsi kis pisztolyom, ilyen, biztos, hogy tudjátok, miről beszélek. Nagyon régen lehetett, mikor én gyerek voltam, volt egy ilyenem vagy kettőm, nekem egy az öcsémnek egy ilyen pici kis pisztoly, mert volt ilyen patron, és lehetett vele durantani, meg ráment a kulcstartódra, vagy ilyen kulcstartó is volt, és na mindegy, azokat elkezdtem gyűjteni, rettentő sok van most már belőle, meg nagyon sok minden dolog, úgyhogy gondoltam, hogy egy nap kinyitom azokat a dobozokat, és átnézem, vagy átnézzük, hogy milyen kincseket lehet benne találni, komolyan mondom. Nem tudom, én akkor így rágyott abban az időben, hogy gyűjtöttem sok-sok mindent, és ez így lassan így elmaradt, hogy miért, nem tudom. Na mindjárt, ugye én ezt a mai videót itt lassan most befejezem, ugyanis semmi érdekeset nem fogunk most már csinálni. A Davis ugye elmegy aludni, csak behozom itt is a Lucas szobájába ezt a sötétítőt. És a mai videó az lehet, hogy nem volt olyan túl érdekes,
sok érdekes helyre nem tudtunk menni, ugye, és dolgoztam, és későn végeztem. De nem sokára. Itt van a nyár, ami nálatok őszi szünet van, mondtátok, egyen vagy ketten nálatok őszi szünet van. Nálunk nincsen tavaszi vagy őszi szünet, ugye. Már volt nálunk, a nyári szünet fog kezdődni egy hónap és egy december közepe körül. Még karácsony előtt egy nyári szünet ugye kezdődik egészen január végéig. Úgyhogy menni fogunk több helyre, főleg a hajóval, hogyha ugye olyan idő lesz. Meg ma meglátjuk, vagy meglátjátok, hogy merre fogunk járni. De mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani, sziasztok!